Készülődnek a tájékozódási futók a Mecsek Open prológjára. A pénteki nyitónapon a versenyközpont és a cél a Zsolnai negyedben, a rajt pedig a tudásközpont előtti területen volt. A szezonnyitó eseményre naponta 400 fő érkezett, a PVSK tájfutói közül 36-an indultak. PVSK-tól sokan indulnak, olyanok is, akiket évek óta, vagy régen nem láttunk, akár évek óta, mert nem Magyarországon élnek már, hanem mondjuk Dániában. Úgyhogy ez egy ilyen gyűjtő verseny attól, hogy itt van ugye Pécsen. 50 fölötti az indulóknak a létszáma a szakosztályból, és hát fontos verseny, ugye ez azért egy országos verseny. Kevés ilyen van Pécs környékén, nagyon sokat kell utazni így a versenyekre, tehát így fontos. A gyerekeknek nagyon jó tanulás, azért nagy mezőnyben futhatnak itthoni körülmények között, az idősebbeknek pedig egy jó felkészülési verseny. Én már 10 éve tájfutok, és idén fogok érettségizni, ezért most nem volt annyi időm edzeni, mint amúgy szoktam. És hát ez csak ilyen hobbiból jöttem most el igazán ma. Kopenhágából érkeztünk családilag. Régen a PBSK-nál tájfutottunk, és most újra hazalátogattunk, aztán szerettünk volna találkozni a barátokkal, régi sportársakkal. Azért vagyunk itt, hogy most megmérettetjük magunkat, és megnézzük, hogy mennyit esett vissza a formánk az elmúlt években, mióta nem találkoztunk. Ezért jöttünk. Fókuszáltunk a karrierre, amikor kiérkeztünk, és akkor körülbelül másfél évvel ezelőtt újra elkezdtünk tájfutni, aktívan sportolni, úgyhogy most ezért vagyunk nagyon kíváncsiak rá. Kint Dániában nagyon komoly a tájfutó élet. Az élvonal elég erős a nemzetközi mezőnyben, úgyhogy van hová felkötni a gatyánkhoz. Igyekszünk, dolgozunk rajta, és most nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a magyar mezőnyben hogy tudunk versenyezni. A Baranya megyei tájékozódási futószövetség megbízásából a megye 3 egyesülete, a Pécsi Vörös Meteor Sportkör, a Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, valamint a Pécsi Vasuta Sportkör tájékozódási futószakosztályai rendezték közösen a nemzetközi versenyt Mecsek Open 2022 néven. A Pécsi Vörös Meteor Sportkör 1952-ben alakult. Fő célja akkor az volt, hogy a felfutóban lévő szénbányászat és uránbányászatnak a dolgozóinak és a családtagjainak sportolási lehetőséget biztosítson. Első körben túra szakosztály működött, majd az 50-es években létrejött a Tájékozódási Futószövetség, mint önálló sportág, és a Meteoron belül is egy szakosztály. A 60-70-es években elég komoly minőségi munka folyt a Meteoron belül, több országos bajnokságon első, második, harmadik helyet szereztek a sportolók. Az ezredfordulóra szeniorrá vált a szakosztály, nem volt utánpótlás, és ilyen örömtájfutásként működött a sportkör, és akkor hoztunk két nagyon komoly döntést 3 évvel ezelőtt. Az egyik fő döntés az az volt, hogy utánpótlással elkezdtünk foglalkozni. Ehhez megvolt a szakmai tudás, edzői végzettség és egy csomó akarat, elszántság. Ma már egy válogatott ifjúsági versenyzőt, a Jánosi Timit adtuk a válogatott keretnek. Együtt végezzük az edzéseket a PVSK fiataljaival, egy jó együttműködés alakult ki a két szakosztály között. A második döntésünk az volt, hogy létrehozzuk a Mecsek Open versenyt, ez a harmadik Mecsek Open, ami a régi Mecsek Open-nak egy újra gondolt változata. Egy kicsit más filozófia, más köntösben, jobban Facebookon, egyéb csatornákon jobban promotált verseny, számítva arra, hogy külföldi versenyzők is jönnek. Próbáljuk minden évben ezt pozícionálni valamikor április közepe és vége között, ugye eljön a tavasz, és ez egy 3 napos rendezvény. Minden 3 napos előtt van egy prológ, illetve ez most a Zsolnai negyedben ez a rövid táv. Utána van egy 2 erdei futam, főleg a Szuadón, a Rásztanyán szoktuk megszerezni a második és a harmadik napot. Ez a 2 fontos döntés, így éljük az életünket. A PVSK tájfutói 4 első, 5 második és 7 harmadik helyet szereztek a szezonnyitón.